20-as sima van hosszú, majd 30 vége kis véget, bal kettő szigorú, bal kettő után majd nézsre a jobb négy, nagyon tempó benne, egy a vége nyílik. Nagyon hosszú bal kettő középen. Bal kettő középen érzem, a vége szoros a fánál. Menjél, Virti, menjél, kérlek, kérlek, kérlek. Egerben örültünk a második helynek, mert az egri teljesítményünk a második helyre volt jó. Most sokkal jobb volt a tempónk, domináltunk, én azt gondolom, az egész versenyen. Szerintem gyorsabbak lettünk. Én azt gondolom, hogy ez látszott is most az egész hétvégén. Mi is jól dolgoztunk, habár én ma reggel kicsit nehezen ébredtem. Az első két gyorsan úgy vezettem, mint... Hát magamat lehet, hogy lebénáztam volna, hogyha kívülről nézem saját magam. De mindenesetre ezeken túl voltunk, és már jól látunk, véledolgoztuk a hátrányunkat, ami egy büntetésből adódóan kaptunk. Amikor jött egy technikai problémánk, egy üzemanyagnyomás szenzor elromlott, akkor ez egy ilyen 20 másodpercbe került, majd akkor a következő gyorsan megint előjött ugyanez a probléma, az egy kicsit lelkileg megviselt. Utána megnyertük a következő gyorsot, az utolsó meg két tizeddel a Velencei Ádi nyert. Én azt gondolom, hogy megtettünk mindent, de a technikai probléma ellen nem nagyon tudtunk mit tenni. Nagyon nagy szerencsénk van, hogy olyan csapatunk van, akik telefonon is tudtak segíteni, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Egyébként az autó fantasztikus volt, úgyhogy összességében rendben volt ez a verseny. Örülni nem tudok neki. Én azt gondolom, most megérdemeltük volna az első helyet, de gratulálunk Ferinek, hiszen ők nyertek. Vince Ferenc és Dacigár Igor! Alapvetően elégedett vagyok avval, hogy nagyon jó tempót tudtuk benni, nagyon élveztük a gyorsági szakaszokat. Hát sajnos most az égiek nem voltak velünk, és igazából ez a második helyre volt
elegendő, amit ma nyújtottunk. Én különben borzalmasan élveztem ezt a mai napot. Én azt hiszem, hogy ezeken a pályákon én még soha életemben nem mentem ilyen gyorsan, úgyhogy fantasztikus belülről látni, hogy a Frici vezet különben. Gondolom, hogy kívülről is nagyon élvezetes, de belülről ezt nem lehet elmondani. Én minden gyorságnak minden percét élveztem.